Ötödik Paksi Puliszka Fesztivál. Az eseményre számos székely csoport ellátogatott. Adásunkban a székely ételeket mutatjuk most be nézőinknek. Hát maga a puliszkára azt kell tudni, kukoricadara, és gyerekkorunkban ez ugyanaz volt, mint Magyarországon a kenyér. Tehát mindenhez majdnem puliszkát ettünk, mert az volt adott, egyszerű és nagyszerű étel, egészséges étel. És akkor mivel ebbe a cipőbe jártunk, hogy mond mindenki, aki Erdélyben elszámozottak vagyunk, ezért úgy gondoltuk, hogy akkor ez legyen a Puliszka Fesztivál, ami összefogja ezt a rendezvényt. És akkor így gondoltuk, hogy a szövetség, két nagy szövetség van az országban, az egyik az Erdély Körök Országos Szövetsége, a másik a Bukovinai Székely Szövetség. Mind a kettőnek tagjai vagyunk, egyesületünk, sőt az Erdély Körök Országos Szövetségének vezetőségi tagja is vagyok, közel 20 éve. És akkor úgy gondoltuk, hogy ez legyen egy kicsit úgy, hogy mindenhonnan az ország területéről, valamint a határon túli magyarságot kicsit megmozgatva, ezzel összetudjuk tartani ezt a rendezvényt. És akkor így indult el ez a Puliszka Fesztivál. Az, hogy Puliszka Fesztivál, ez valójában azt mondjuk, hogy ez csak egy irány. Viszont mindenféle puliszkás ételeket lehet itt kóstolni, tehát nem csak puliszka van, hanem ami puliszkához köthető. Tehát itt az erdélyi tokánytól, ami hasonlít a pörkölthöz egy picit, de nem is pörkölt. A sajtos tallér, ami kukoricadarából készül, a túrógombóc, a túrós puliszka, lekváros puliszka, szilvár lekváros, aztán szalonnás, sajtos puliszka, bálmos, ami egy kicsit édes kés puliszka, sütemények készülnek belőle. Padlizsánkrém, ami erdélyi recept alapján készült, majonézzel készül, hagymával, sóbors, túrógombóc készült, fahéjas túrógombóc, meg van zakuszkánk, ami ugyanúgy otthon készült, padlizsám, pritamin paprika, paradicsom, olaj, hagyma és fűszerek. Ezt egyébként általában vagy otthon termesztük, vagy ha nem, piacról szoktuk megvenni nagy mennyiségbe, és üstbe szoktuk elkészíteni kint nagy mennyiségbe. A padlizsánkrémet azt általában egyébként otthon szoktuk készíteni, a majonézt, ami olajból, tojássárgából készül, de mi most azért nem akarunk annyira, mindig megpróbálunk újítani rajta, hogy minél kevesebb olajat, minél kevesebb olyan dolgot, ami azért tudjuk, hogy nem olyan egészséges, úgyhogy ez miatt próbálunk változtatni rajta. Bálmost készítettem, hoztam, hogy a paksiak is ismerik ezt a finomságot. Savóval készül, vajjal, só, kukoricadara. Tokányol meg sült hagyma, sült szalonna, meg jútorok. 1400-1500-as évekből van ez a recept, hegyekből hoztam le. Besztercei hegyekből, én kolozsvári vagyok, és úgy gondoltam, hogy megismertettem a paksiakkal is a régi recepteket. Erdélyből elszármazott magyarok klubjának a tagjai vagyunk. Mindannyian, akik a klubban vagyunk, tisztelt a kivételnek, van egy-kettő, aki beszármazott, de mindenki Erdélyből származik, különböző helyekről Erdélynek. Legtöbbünk Maros megyéből, Marosvásárhelyről és környékéről. És ugye ezt a klubot úgy alapítottam, én magam alapítottam, és hát a honvágy késztetett arra, hogy valami olyat találjak ki, ami hiányzik. És akkor összegyűjtöttem. Most már 16 ezeren vagyunk ebben a klubban. Hát ez a mag, aki itt van, és akkor eljöttünk egy kicsit a Puliszka Fesztiválra. A puliszka az kedvenc eledelünk. Azt mondják, román eledel, de nem osztom teljesen ezt a véleményt, ugyanis én néztem utána a történelembe, és azt mondják, hogy nagyon régen a székelyek ezt már használták, a puliszkát. Amit mi főztünk, készítettünk, kicsit mást akartunk, túros puliszkát szoktunk mindig otthon
egyszer tejjel leszük a puliszkát, forró puliszka hideg tejjel, és utána túrós puliszka. Mi Erdélyben így szoktuk ezt meg. De ugye mi is kupálódunk, úgymondva erdélyesen, és láttuk, hogy van olyan lehetőség, hogy aki mondjuk lisztérzékeny, annak egy puliszka alapra helyezzük ezt a pizza feltétet, minden más olyan, mint az eredeti pizza, és akkor ugye ezt kell kicsit megsütni, rásütni. A barátnőm meg csinált egy tehéntúrós puliszkát, jó gazdagon ilyen szalonás, meg pirítós szalonással, meg joghurttal, ugye? Tejföllel van megdúsítva. Tehát ez a mai menő. Marhából és sertésből készül, fűszerezése kicsit intenzívebb, mint a csevapcsicsnak, és nagyon finom. Amellett van kis vékony kolbászunk, hasábburgonya, töltött káposzta, és egyéb finomságok elől a pulton. Mincékel, ja? Ez mincékel, minden csak onnan van, Gyergyószent Miklósról jön, meg sajtok vannak, vaj, paranica, füstölt sajtok, ezek vannak. Székely hagyományok, szokások, kultúrák. Szeretnék minél tovább megőrizni és átadni a jövő generációjának a szokásokat.